Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás, méghozzá a Green Project című sorozatunk utolsó 50. epizódja következik. Na, kigugliztam, és ez egy lila mushroom, azaz lila gomba. Ez időnként megfertőzi a bokraimat, és amit kell vele csinálni, a környékére le kell rakni cementet, tehát betont. Úgyhogy hát el kell készítenünk a dolgokat, és igazából ő a zöld pontokat zöld pontok alapján dolgozik. Úgyhogy ez lesz a feladatunk, hogy gyorsan megtaláljuk azt a cementügyet. És idővel majd amint kihal, utána kiüthetjük magát a cementet is, és akkor helyére pedig ugye berakjuk a csináld magadba lesz, azt hiszem. Igen, betonlap téged kell. 10 darab széna, agyag és kalimpács. Jó. Ja igen, most már bedobtuk ide, akkor szénát kell szednem. Gyorsan ezt összerakjuk. Meg egy kalimpács. Ja, csak 9-et dobott a... Egy kalimpács. És akkor még egyet le kell dobnom, sajnos. Vagy nem sajnos. Na, tökéletes. A kalimpács, és akkor az agyag, betonlap 12, viszont az egyből ugye... Igen, most az a baj, hogy a kaja az elfogyott, ugye megoldjuk. Ezzel nem leszek ki kisegítve ezzel az egy percen. Na. Végülis ezt is meg a mérget oldjuk. Ez nem sokára megromlik. Jó. Oké. Na és akkor... Igen, igen. Ez kell nekem, oda van írva. Na. Akkor mérgező gomba. Hát igen, akkor ez, ennek az a hátránya, viszont mindent ki kell írtani. Körülötte. Ezt azért lenne most jó megcsinálni, mert ugye ez az évad utolsó epizódja. El fogom felejteni. Mire jön az 51. Hát igen, sajnos most ezt ki kellett vágnom annak érdekében, hogy tudjak vele. Na, és akkor betollap. És akkor remélhetőleg ennyi neki elég. Hát ennyit tudok. Ennyit tudok tenni. Azért azt nem gondoltam volna, hogy pont azon a helyen fog fertőzni. Vagy egyáltalán nem is tudtam ennek a létezéséről. Ezt azért tegyük hozzá. Jó, csináljunk egy kis helyet.
vettünk egy befőttes üveget. Gomba. Második gomba. Jó. Főszál ide, de azzal is kéne majd valamit lassan kitalálnunk, mert ez már kicsit durva. Igen. Oké. Jó, akkor elvileg szerintem egyébként ezzel meg fog dögleni. Na, ez az, jön a madárka. Dob nekünk egy kis jó utánpótlást. Hát magot meg szerves hulladékot, egy ötös darabot dobott. Most kicsit szegényesebb mennyiség. De legalább a tök magnak azért nagyjából örülök. Kategória. Hoppá! Elnyomtam. Így. Akkor 10 darab tök mag. Igen. Ki is döglött. Ennyi volt, viszont a rossz hír, hogy el is vitte a komposztomat. Visszaültetjük. Viszont inkább oda egy másmilyen fát dobnék le. Többen vagyunk. Most viszont már nincsen olyan fa, amit én azt mondanék, hogy ki tudnék vágni. Talán ez a kettő van egymáshoz túl közel egyébként. És akkor annak helyébe be tudnám rakni a magot. Egyébként most ránéztem a wikire, szerintem az alapján tájékoztatott engem az Attila is, és kiderült számomra, hogy egy bizonyos fa különböző bizonyos növényeket és állatokat spannoltat. Többek között olyan dolgokat, többek között ugye az egyik fatípus spannoltatja kizárólag a mókusokat, vagy a különböző növényeket is egy bizonyos fa adja. Éppen ezért, ha mondjuk egy bizonyos fából ültetek le egy olyan kicsit nagyobb mennyiséget, akkor a környékére csak is kizárólag azok a típusú dolgok kerülnek. Magyarul ezzel tudnánk egy kicsit játszani. Ha nekem most azok a bizonyos növények kellenek. Értitek? Hát igen, most már úgy vagyok vele, hogy nem kellett volna ezt a sok fát felhasználni. Faágat. Mindjárt szerintem elmegyünk egyet szedegetni. Elfogyott a helyünk. Azért, mert a füvet raktuk be. Csak délután van a fene, vigyel el. Még mindig nem adta meg nekem azt a területet. Ó, ellenben hernyók. Csak a kérdés az, hogy mit tudok kezdeni a hernyóval, hogyan tudom tartósítani, mert egyelőre a kukac az ugye csak a horgászbotra jó. És dobjak össze még egy horgászbotot? Hú, három. Na, így már három nap. Azért.
mindjárt kitalálom, hogy mi legyen belőle. Ugye nézek valami receptet kukac terén. Mondjuk azért azt nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan ki is öljük azt a gombát. Csirketáp viszont elég olcsó. Mondjuk a baba drága része. Jézusom. Hát csak nincs macskám még. Mármint a játékon belül. Tényleg csak a... csak arra tudom használni. Meg kajára, azt tudom. Tehát... hát ja. Hát igen, kebabot tudnék belőle készíteni. Harminc perc alatt. Drága. Azt gondolom, hogy drága a dolog. Hát inkább komposzt. Én most úgy vagyok vele, hogy inkább komposzt. Mint hogy mondjuk egy horgászból. Várjál, mennyibe kerül is a horgászbot? Akkor lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy horgászbot. Na, az viszont tartós. Egy fa, meg egy drót. Meg egy kötél. Fát kell szedni. A kötélért ide be kell mászni. Ezt tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyire gyorsan megoldjuk a... Fú, még mindig ezen vagyok. Opa! Mellé nyomtam. Hú, ez 4-et adott. Azt a mázlista mindenségemet. Egy, kettő, három, és a kukac. Négy, 30 perc alatt összepakolja, addig megmegy is az idő. Jó, hát... alakulunk, az a lényeg. Van bőven egyébként... Várjál, és a fő célunkat igazából azt kéne még meghatározni, hogy mi volt az. A homokzsákot el tudtuk készíteni. Arra emlékszem. Beporozzák a fákat. Ja. Igen, ezt azért hosszabb idő alatt összepakoltuk. Ezt is megnéztük. Igen, a hátizsák. Igen, igen. A hátizsákban gondolkodtunk, emlékszem. Dobunk vászont is. Még maradék kötelet.
bedobjuk a már nem kellő drótot. Mi kell még? Ezt kidobjuk. Egy ilyen, meg egy kés. És akkor mindjárt több helyünk lesz, és nem kell küzdenünk a hely hiánnyal. Kés. Persze, hogy itt van. Csak elfelejtem. És így mi. Na. Igen. Hogy? 3 óra? Szépen szivatsz azzal is. Kérdés az, hogy hova kell rakni. Érdekes kérdés részemről. Az fej. Aha, oda. Tökéletes. Hú-hú-hú-hú. 10 hely. Ennyi. És mennyibe kerül az XXL? Gyíkbőr. Meg további vászon. De lehet, hogy azt meg is fogjuk használni. Mindjárt megnézzük, hogy hány helyünk, hány gyíkbőrünk van. Itt volt, mint hogyha. 12 kevés. 20 kell neki. Hát ez nem biztos, hogy ebben az adásban meg lesz egyébként. Hú, de jó időnk van. Végre megjött a tavasz. És ráadásul besötétedett. Mármint a játékon belül. Igen. Akkor leveszem a táskámat, és rögtön egy XXL-es dobunk neki. Én azt mondom. Csak előtte nyomunk egy szunyát, de előtte pedig iszunk egyet. Jó. Meg annyi időnk van, hogy gyorsan kimenjünk, hozzunk vizet. És fel is kell ezt forralni. És van annyink szerencsére. Jó. Horgászbotot, az újonnan szerzett horgászbotot ledobjuk. És tűnt a horgászbotom, csak úgy megjegyzem. És nem látom most így hirtelen. Mutagén gombát ledobjuk. Van egy kis magunk, még egy magunk, igen, és álmoskások vagyunk. Jó, aludjunk. Még van egy pár percünk. Nem volt egy könnyű sorozat egyébként. Ezt így el kell mondanom nektek végig. Nagyon sok kérdőjel volt bennem ebben a sorozatban. Talán az egyik olyan sorozatnak tekinthető, amely teljesen egy olyan világ, ahol én még életemben nem jártam. Kezdésként ugye úgy gondoltuk, hogy Minecraft jellegű játék. Hát nem annyira. Közben elromlott ez a pár dolog, úgyhogy megint van egy kis komposztanyag, egy kis méregmentesítés. Tökéletes. Nagyon jó. Na, akkor komposztáljunk. Okay. Most ezt kérem vissza, mert két helyet tudnék veled szerezni, hogyha ügyesek vagyunk. Sőt. Oké, okay. Komposzt meg vagy. Gyere, most bedobjuk ide a mérget. Reméljük nem létezik olyan, hogy véletlenül egyébként azt fogja csinálni velem a játék, hogy megmérgezi a bár bent lévő dolgaimat. Nézzük, hogy állunk. Igen, most egy kicsit itt ez itt elment teljesen, most ezt újra meg kell termeszteni, viszont nagyon sok itt a gomba. Ezeket szedjük össze későbbi nagyon jó komposztnak. Na, és persze! Megsérültem. Nem baj, van bent.
Kézzel fele annyi idő alatt. Ja, csak a szénát nem tudom eldobálgatni. Jó, összeszedtem, amit tudtam. Csak szeretem, hogy megint megsérültünk, de most már tudjuk a megoldását ennek a dolognak. Hát és ennek az évadban, ebben az évadban ez nem fog megoldódni. Van, biztos vagyok. Már először is szedjük be a gyulladás csökkentőt. Oké, okay, 38 altatóan. Lesz itt... Lesz itt jó sok minden. Danuka szája mosolyog. Lesz itt várvaló. Baj, lassacskán megint azon vagyok, hogy kell egy kis helyet csinálnunk. Kéne néznem, hogy miket kaptunk. Itt van a detoxinátor. Hogy hova megy, senki nem tudja. Totál gyógyító. Ha plusz 50-es vizet ad, meg méregtelenít nagyon durván. És nem is olyan drága. És itt az espresszó, olyan keserű kávé, mint az anyósom. Kösz. Ez a cucc ébren tart éjjelente, akár csak a félelmeit. Aha, plusz 50-es. Jó, kezelve van. Hoppá! Bogár meg hernyó. Ez most nekem nem kell. Örülnék jobban egy kicsit a méhecskének. Ezt is szépen letisztítottuk. Na, azt már betermett. Jó, már csak tényleg ezt az egy kockát kell, hogy megadja a játék, és utána már tényleg jöhetnek a pipik. Ott a méhecske. Ja. Megsérült a... Nem tudom használni. Ugye gyorsan megjavítjuk. Ó, basszus. Megadta itt magát kettő darab növényem, sőt több is. Így átnézzük, hogy mi történt ottan. Lehet, hogy a sarkóban nem kap vizet. Azt hiszem, miért most mondja meg nekem a játék. Ó, van nyomok. Te is romlasz, te is romlasz, te is romlasz. Jó van, minden romlik, ami itt van gomba. Csak a mutagén gomba nem romlik. Na nézzük, mi az, amit meg kell javítanunk. Egy csákányt kell javítani. Egyet akkor javítsunk. És akkor téged is javítunk. Gyíkot kéne ölni. Mindjárt megyünk egy pár gyíkot, lezsákmányolunk. Na, mondjuk 8-an nem leszek boldogabb. Negyedik hordjuk a táskát magunkon. Jó, tökéletes már. Ezt is tudjuk használni. Na, akkor nézzünk egy kis gyíkot. Az mókus. Pont az nekem nem kell. Ott a gyík. Nem is egy.
A picsádat. Hát nem tudok elkapni benneteket, nézzetek oda. Ja, mert lassú vagyok. Még egyet adjál nekem. Azaz. Anyádat. Na-na, fát nem vágunk. Áj! Hú. Anyádat te. Itt a következő. Hát nézz oda! Azaz. Megfuttat engem. Pókica nem kell nekem, inkább a jég kell. Az jól elmenekült tőlem, az egy jégkocska. Ott van. Azaz, köszi. Pókitölt. Ott az újabb jég. Azaz, köszi. Na, még négy. Most vagyunk fél időben. Lenézzünk még a... hogy mennyit javult ott lent a hegyre vezető felút. És ezzel fogjuk befejezni ezt az évadot. Hát nagyon jó kis játék. Voltak vele gondok, bevallom őszintén, mert az elején így egy kicsit így keresgéltük a helyét, hogy miről szól a játék, meg és így tovább, és így tovább. Aztán volt egy kis unalmas része, aztán rájöttünk, hogy mit kell csinálni, vagy hogyan kell játszani, és át tudunk menni a hegyen. Na nézzük, hogy mit ad nekünk. Ott egy kunyhó. Van helyem? Van helyem bőven. Nagyon jó. Na nézzük. Először is ki... pont a sátort. Na és te pedig adsz nekem egy semmit. De ott vannak a dolgok. Jó, ez egy kicsit hosszabbított adás lesz. Bocsánat, kedves nézők. Mert megtudjuk a hegynek a titkát is. Zsák. Ó, na mit írsz, táblácskám? Semmit nem írsz, táblácskám. Ó, mondtam neked, hogy kis cselkész voltam. Oké, na nézzük, mit kapunk. Semmi. Fa az van. Ho-ho-ho! Új helyet kapunk? Azt a betyárját. Itt tudunk ültetni, nem keveset, oda tudunk fát tenni, van ott egy kis gáz, ó, térkép, orvosságrecept, na, azt azonnal meg is tanuljuk. Ez semmi, ez is semmi, ez is semmi. Ó, és egy csoki. Azt be is zabáljuk. És erre mi van? Aha, a folytatás. Na, van nálam micsoda? Minden van. Tökéletes. Akkor már el is ültetjük. Anyám. Még először F4. Azaz.
Ez az. Na. Elültetés megoldva, még ezt itt megnézzük, hogy van-e itt valami. Itt csak egy fa van, ha oda el tudunk menni, de nem. De csak ez egy jó kis elkerülő út lett volna. Ja. Pedig téged átnéztünk. Miért kellett adni? Jó, hát feljutottunk ide a tetejére a dolgoknak. Illetve ide a domb tetejére. Ez egy jó kis ide-oda menős út. Nyertünk egy ökópontot. Na és akkor beszéljünk a sorozatról. Jó sorozat! Ja, várja, még megnézzük azt a házikót, amit még... amihez még ugye ültettünk. Vagy nem tudom most így hirtelen, hogy merre van. Ez az egyes ház, ez igen, kicsit arrébb vagyunk. Szóval egy elég jó kis sorozat. Már kezdtem így lezárni így az egészet. Volt olyan rész, amikor így gondolkodtam rajta, hogy érdemes-e megtartani, vagy sem. Nagyon beleuntunk itt a kertészkedés részében, meg ilyesmi. Igazából ott rosszul csináltuk a dolgokat. Tehát azért történt az a kisebb fajta ilyen bénultság része. Ojaj, mindjárt kész. Még egy butyidit azt kell onnan eltüntetni, és be tudunk menni. Következő évad első néhány epizódjában az meg is fog történni. Be fogunk oda tudni menni, és ami ott van, azt kizsákmányolni. Minden esetre azért, hogy, illetve abból, hogy, tehát úgy, hogy a semmiből kezdtük el ezt a játékot nulla tudással, azért én azt gondolom, hogy igen jó eredményeket sikerült így elérnünk. Lett egy egész szép kis ökó mennyiségünk, még az első szintnél tart ennek az építése, mert még nem jöttünk akkor rá, csak így a vége felé, hogy mit kell csinálnunk. Úgyhogy, hát voltak érdekességek. Ja, azért nem termelődik meg, mert zöld területen van, amit már egy fa kisajátított magának. Értem a dolgot. Úgyhogy kalandos sztoria volt a történetnek. Jó néhányszor elszámoltuk az epizód számait is, de ez csak egy mellékles hiba. Úgyhogy igazából sok minden volt ezzel a sorozattal. És imádtuk, itt a vége felé azt kell mondanom, hogy imádtuk ezt a sorozatot. Valamelyik epizódban mondtam, hogy mikor tervezhető a folytatás, hát az a szituáció van jelen pillanatban, hogy még nem tudjuk. Tehát helyére, ugye most pont nyárban vagyunk, és most azért jelentős mennyiségű programunk van, és még most jelen pillanatban, így májusban még nem tudom azt, hogy hogyan állunk a különböző, illetve hogy melyek lesznek azok, amelyek ősszel meg fognak maradni. Ha lesz hely, akkor ezzel fogjuk folytatni ennek a második évadával, amennyiben viszont nem, akkor egy kicsit várni kell, és úgy az ősztél során valamikor újra elővesszük, mert mindenképpen elő akarom venni. Úgyhogy elmentjük. Én remélhetőleg nem fogom kitörölni, mert élvezetes egy játék. És nem fogom a mentést is kitörölni. Úgyhogy ezekkel a képekkel megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm mindenkinek a szorítást, és nagyon köszönöm azt a segítséget, amelyet így az adás, illetve a sorozat közepe tájékán kaptam valakitől. Nagyon sokat segített ahhoz, hogy a játék az átalakuljon élvezetessé, nem kínszenvedésé. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a sok segítséget. Ne feledjétek, hogy hamarosan folytatódik ez a sorozat a második évadával. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!